Elsősorban tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akikkel így vagy úgy virtuálisan kapcsolatba kerülhetek áldásbékesség. Igenis, így kezdem a napot, azzal, hogy rögtön egész napra vonatkozóan tudom a már előzőleg összeállított tervet. Hála Istennek sok olyan megkeresés történik, ami nagyon megnyugtatja a lelkemet. Olyan keresések, ahol a pszichológia ismereteit kívánják fölhasználni, Azért, hogy egy kicsit jobb életminőségbe kerüljenek az emberek, és egy kicsit csökkenthessék a szorongásaikat. És nekem ez egy olyan fölemelő feladat, én olyan módon szívesen teszem ezt, hogy így a hetem úgy van strukturálva, hogy nagyjából minden napra jut valami, vagy személyes segítségkérés, vagy, és természetesen a terápiáimat is folytatom Skype-on, és a szupervíziókat is csinálok, ami ambulanciánkon, ami működik most is. Tehát annyira jól el vagyok látva feladatokkal, hogy ezért nekem időstruktúrálási gondom legfeljebb abban van, hogy még mi szorulhat be a napba. Hála Istennek, ezt igazán nagy hálával tudom kimondani. Tehát struktúrálom a napomat, így tudom megválaszolni az ön kérdését. Bennem mindig is megvolt, és biztos, hogy ebben az én hitéleti elkötelezettségem szerepet játszik, hogy minden napommal tudjak úgy elszámolni, hogy mi hasznosat tettem, hogy mit adtam magamból, hiszen az élet maga ajándék, és hogy mit tudunk ebből visszaadni, vagy mit tudunk teljesíteni mások örömére, ezen át megismerődik az ember, hogy ki ebben a világban. És van egy olyan fajta nagyon mély filozófiám, hogy szabadjon ezt így mondani, hogy az ember valami végre született, ahogyan az Úristen az útjára bocsátotta, adott egy olyan feladatot, hogy most mérd meg magad, hogy hova tudsz jutni ezen az úton. És ezen az úton, ami ki van jelölve, hisz én a destináció elkötelezettje vagyok, olyan akadályok, olyan nagy nehézségek elé is kell állnunk, ahol megméretik, hogy kik vagyunk, hogy tényleg föl tudunk-e jutni olyan magaslatokra, ahogyan ezt az ige tanítja nekünk, hogy legalább kíséreljük meg. Hát egy ilyenfajta szemléletben úgy gondolom olyan természetes, hogy akkor is, hogyha vírushadi állapot van, akkor is, ha egyéb probléma helyzet van a világban is, mindig van, van, hol és van kinek segíteni. Azt hiszem, hogy az új helyzethez való alkalmazkodást a krízis megoldásnak az egyéni mintáit tapasztalhatjuk meg magunknál, hiszen ez valóban sajnos egy olyan helyzet, ami mindent felborított. Felborította az életrendünket, felborította a munkához való viszonyunkat. Az ember két lábon áll a világban. Ez a két lába munka és a magánélet a férfiak szempontjából az ő teremtett és hozott jellegzetességeik révén genetikailag és hormonálisan és idegrendszerileg is olyan fajta adottságokkal jöttek a világra, amik, hogyha a képességként kibontakoznak, akkor nekik nagyon fontos, hogy hát mint az egyszeri mondás is üzeni, hogy nem gyermeket építs házat és ültes fát. Tehát az a fajta életadó teremtő aktivitás, amit a férfi identitásban a munkában nagyon erősen megtalál egy férfi. Tehát, hogy ő ki a világban, az ugye az identitás, ki vagyok, honnan jöttem, merre tartok, mi az életfeladatom, ki élek, miért élek. A férfi számára ez a kérdés, hogy miért élek, hát értelem az élet értelmét is megadó, fontos kérdés, ha úgy válaszolja meg, hogy azért élek, hogy azt a férfi feladatot teljesítsem, hogy alkossak, hogy rapítsak, hogy adjak magamból, mit a képességeim, mert a családomról való gondoskodásnak az erejét és lehetőségeit, és ezért például a jelenlegi helyzet a férfiak számára a munka szempontjából, hogy például elvesztette a munkáját, vagy hogy home dolgozik, vagy milyen módon most átmenetileg szüneteltetni kell a tevékenységét, de megvan a biztos bázis, a munkahely, ezek fundamentálisak, mert az ő lelkiállapotát rendkívüli módon és döntőbben meghatározza, hogy a világ Munkatársakkal, életfeladatokkal, szakmai tevékenységgel való viszonya hogyan alakul. És azért is nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyenek abban segítve, hogy ezen a bizonyos jellegzetes úton, a férfi úton megkapják azokat a erőket és támogatásokat, amikre szükségük van. És hát ugye a másik lábunk a család, ebben egy férfi számára oltalom, biztonság, szeretet, a feszültségeiket, csökkentő, a szeretet kapcsolatok által egy szelídítő funkcióval is bír. Most hát, hogy a másik oldalra megyünk, hogy a család oldalára, hát ott pedig ott kell kezdenem, hogy még nem nincs családunk, vagy már nincs családunk, az egy egészen különleges helyzet. Mert hogy föl kell tenni a kérdést, hogy magányos vagy -e? Az a nagy és pozitív üzenete a mi hitrendszerünknek, aki aktív hitéletű, hogy mi soha nem vagyunk magányosak. Tehát nekünk az ige üzenetei, azok a bátorító tanítások, amiket, hát én nem tudom ki, hogy van az ige olvasással, én nagyon hosszú évek óta a napi igét követem, olvasom. De ki, ki hogy van ezzel, mindenki megtalálja a maga hitéleti aktivitásának a mintáját. Egy biztos, hogyha mi tudunk hinni, bízni, az Úristen hatalmában és a Jézus állandó jelenlétében, aki lakjon a szívünkben, hogy így mondjam, mi nem tudunk a magánytól annyira szenvedni formálisan. Persze, egy magányos ember nincs aktív emberi szeretet kapcsolata, hát ez nem, ez nem jó, mert nem jó az embernek egyedül lenni, a Biblia szinte első könyve már ezt üzeni nekünk. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy legyen szeretett kapcsolat, hogy legyünk fontosak valaki számára, hogy törődjenek velünk, hogy mi törődhessünk valakivel. És képzelje el, hogy muszáj azt mondanom, és ezt mindannyiunknak be kell vésni a szívünkbe, hogy annyira társas lények vagyunk, annyira tényleg már a méhen belül sem vagyunk egyedül, hogy például az a tudat, hogy mi valaki számára fontosak vagyunk, hogy szükséges, hogy éljünk, hogy valakinek valamit tudjunk adni magunkból, és ezáltal a létjogosultságunknak is jöjjön egy visszacsatolás, ez valami olyan nagyon fontos, egy Angyal András nevű Amerikában szakadt pszichológus például, ugye a furcsa elnevezést adott szükségeltségi szükséglet, de azt mondta, azt állította és bizonyította a könyvében, hogy sokkal fontosabb szinte az, hogy mi valahogyan úgy tudjunk ha a világban emberek számára szeretteink számára fontosak lenni, hogy ez szinte még fontosabb, mint hogy azt érezzük, hogy ő mennyire szeret minket. Nos, csak példaként mondom nagymama társaimnak, ugye mikor mi esetleg aktívan nem tevékenykedünk a szakmában, ha van olyan, aki nem, nyilván sokan vannak, az, hogy segítenek az unokáknak, a család életben részt vesznek, hát ez annyira fontos, hogy van egy hasznosság tudat, de azért lehetséges, hogy most valaki magányos. Akkor kezdjük azzal, hogy aki magányos, érzi magát. Mert valóban a reális életben nincsenek szerettei. Az Viktor Frankl nevű híres pszichológusnak az üzenetét szeretném átadni, éljen ezzel az üzenettel. Kérlek, kerest meg mindazokat, akik kortársait, sorstársait, talán még megvan egy-kettőnek a telefonszáma, vedd fel velük a kapcsolatot. Légy élő emberi kapcsolatban, mert a hang hatalom. Idegre szempontból muszáj egyetlen mondatos kitérőt tennem. Olyan fontos a hang, hogy amikor befut az érzelmi agyba az ingerület, a világ ingere, ugye érzékszervi csatornákon, az érzelmi agyban ott van egy átkapcsoló állomás, ami fölviszi a tudatosításhoz. Egyes-egyedül a hang olyan, amelyik az összes többi érzékszervi befutó ingert, mint egy átkarolva módosítja, és nem engedi be az eredeti utakon, hanem olyan jelentést ad neki, hogy ezzel a tudatosításban már módosul az eredeti ingerhatás. Ezért nagyon nagy a hang jelentősége, a hangkapcsolat, és ez hála Istennek a mi kultúránkban, ha picit szélsőségesen is, különösen most, de hát adva van, hát föl tudjuk hívni telefonon a szeretteinket, vagy most már mindenféle módon, ahogy mi beszélünk Skype-on, de akinek nem adatik meg ez a lehetőség, az is megtalálja az utat. És akkor azt mondom még egyet, Egyetű Szent Viktor Frank, keresd meg azt, aki nálad elesettebb, akinek te tudsz ebben a nagyon rossz lelkiállapotodban még valamilyen vígaszt és segítséget nyújtani tulajdonképpen a magányos embernek ebben a nehéz karanténhelyzetben való maga, magára maradásában. Ezt az utat tudom javasolni, mert hogy ki mennyire él az igével, az egy nagyon egyéni a vallás gyakorlat szempontjából. De az, hogy a reális életben hogyan tudjuk kezelni a saját helyzetünket, azért felelősséggel tartoztunk, mert a megmérettetés ideje van, hogy te hogy tudsz azzal, amit van, olyan emberi viselkedési szintre jutni, hogy te ezzel a saját nyomorúságot fölé emelkedve, úgyis nevezünk fölül emelkedési, megküzdési mód, lelki megküzdési mód, hogy fölé emelkedünk a reál helyzetnek, és azon törjük a fejünket, hogy hogyan lehetne ebben a helyzetben is valamit úgy segíteni, hogy másoknak is legalább egy kicsit könnyebb legyen a helyzete. Na most, ugye a helyzetben pedig most most először szembesülünk azzal, hogy nem csak úgy élünk bele a családi életbe, hanem például kell tudnunk a párkapcsolat törvényeit. Ezek dinamikai törvények. Tehát szociál-pszichológiai vizsgálatok igazolták, hogy a pár például milyen jellegzetes működésmódokat e, alakíthat ki egymással kapcsolatban. Ugye van olyan, ami az ideális forma, amit úgy nevezünk szimmetrikus és együttműködő kapcsolat, hogy a másikkal keressük azt a ráhangoló együtt érző, empátiás utat, hogy szinte a másikra helyezett figyelemmel, az odaajándékozott, jelenlévő figyelemmel megpróbáljuk, amit mondott vagy mond, úgy érteni, hogy a benne lévő érzelmi üzenetet is megérthessük, és nem fordítjuk azonnal át a jelentésadást, mert hisz az interakció az maga a jelentésadás. Hogy értem én azt, amit te mondtál nekem? És ha én indulatos vagyok belül, akkor például rögtön transformálhatom, és akkor máshogy értelmezem. Tehát az, hogy igyekezzünk, ez is például az a fajta életfegyelem. És egy úgy is mondtad, nem egy életbátorság, hogy próbáljuk ki magunkat, hogy most máshogy megy. Most felelősek vagyunk az összezártság helyzetében, amit úgy is nevez a egy lombik effektus, hogy ö, abban a zárt lélektani térben, amiben vagyunk, fölfűtődnek a feszültségek, az indulatok, akadályozottak vagyunk, frusztráltak. Ugye a negatív stresszhelyzet törvénye, frusztráció, agresszió és regresszió. És az azt jelenti, hogy meg vagyunk hiúsítva, vagy tegyünk valamit, úgy fölgyülemlik az indulhatnék, vagyis az indulat, mert akció szeretnénk valamit tenni, hogy ezért egy olyan e, egy dühös állapotba kerülünk, ezt talán így tudnám leginkább kifejezni, amiben lemegyünk a színvonalunk alá, ez a regresszió. Na most hát, ha mi ezt tudjuk, és ezért fontos a pszichológiai ismeret, hogy Tudd már meg, hát ismerd már meg, vedd már észre, hogy a párod nem azért morog, mert veled van baja, de hát most kivel oszta meg ezt a feszültséget? és akkor ezt az érzést tudatosítsuk, és figyeljünk rá, és ha megteszünk azt a csodálatos lépést, ami a emberi kapcsolatok kezelésének a titka, hogy ne azzal törődj már, hogy te most hogy, mint vagy, hanem próbálja a másikkal úgy törődni, hogyha a másik, hogy neked valamire szükséged volna, kérlek szépen először add a másiknak, és látod, hogyha adod, akkor a másik is e fog reagálni, és hogy próbálj mindig az adó adócsatornájára, állni, mert egy idő után egy idő után természetesen áthangolódik a kapcsolat, és rájössz arra, hogy ha például azt mondanád a partnerednek, de te mess, már igazán elég volt ebből, most már ne viselkedj, csinálj már máshogy, na hát borítékolom, hogy nem fog megváltozni. De hogyha te magad olyan szelíd magatartással próbálsz, ezt úgy is hívjuk a szelídítés, valahogy úgy utat találni hozzá, és ugye nekünk érzelmi, agyhangsúlyú nőknek ebben különösen nagy a szelídítési feladatunk hogy vedd már észre, hogy a férfi, a párod ki van szorítva abból, neki olyan fontos, vagy be van nyomorítva a homofisznak egy új helyzetében. Szegény, hát ezt nem próbálta még. Ugye nagyon sokan, akik így bekényszerednek, sose próbálták. És akkor próbálj már úgy egy olyan családi helyzetet teremteni, amikor beosztjátok úgy az időt, hogy ő nyugodtan tudjon dolgozni, hogy legyen pár órája, vagy ha te is dolgozol, egyeztetek meg abban, hogy akkor mikor van a te szent időd, amit a munkára fordítasz, mikor az övé, és te legyél az, aki ügyesen szabályozol, mert mi nők vagyunk azzal a képességgel megáldva, hogy sokfelé tudunk figyelni, és ezért nagyon ügyesen tudunk kinlenni a világban. A férfi agyaló, sok sokkal balagyféltek, és rágódik, sokkal inkább önmagába van. Tehát ezért mi, ha így körülveszük ezzel a szelídítő szeretettel, és most senkit nem akarok megbotránkoztatni, de hát ez egy ősi tudás, szelídíteni lehet etetéssel, és akkor bocsánat, de hogy, hogy értjük talán egymást, hogy, hogy ne mordulj rá, hanem valahogyan próbáld úgy átölelni, szeretettel körülvenni, kedvenc ételét elkészíteni. Ezek olyan lépések, amelyekre pozitív lépések várhatók. Ha a párod lelkileg egészséges, akkor ezt fogja, és erre olyan válaszokat ad, amit te vártál, reméltél, de nem tudnád kiparancsolni, csak kisimogatni, kiszeretgetni, valahogy úgy világra hozni, hogy kibontod belőle azt az érző és szeretet vágyó embert, aki benne van. Na de a fordítatja is igaz, mert hogyha a férfi a nőnek erre a kedvenc, szelíd fizikailag is gyöngétséget kifejező megnyilvánulásaira nem tud legalább egy lecsituló lelki választ adni, vagy nem tudja egy szeretet teli öleléssel, egy puszival valahogyan kiegyenlíteni, vagy megválaszolni, hogy, hogy igen, jó esett nekem, hogy kifejezted a szeretetemet, akkor egy nagyon nehéz helyzet áll elő, mert egy kősziklát nem lehet megszerídíteni, és hogy eh, bocsánat a kifejezésért, tehát ha a kölcsönösség nem indul be, ilyen felelősségteli módon, hogy nézzünk szembe ezzel a helyzettel, lombik effektus, föl vagyunk fűtve minnyájan, akkor nyissuk már meg a pozitív csatornát, ahogy meg tudjuk nyitni mi a negatívat, mert arra már nagyon rájár az agyunk. Most nyissuk meg a pozitívat, és mondjuk azt, hogy ez az a helyzet, ahol újra rendezhetjük a kapcsolatunkat. Egy kicsit elbeszélgethetünk, ahol nagyon mélyen talán értékelhetjük a saját együttélésünket. Még egy picit újra is kezdhetünk. Játsszuk el azt, hogy most találkozunk először. Idézzük föl a régi szép napokat. Menjünk a múltba mindig úgy, hogy csak a pozitív emlékek. Hát ez egy Fegyelem, életfegyelem, hogy azt a szerződést megkötjük, hogy nem megyünk bele az egymást piszkálásba. Mert ez a fajta kapcsolat, amikor a szimmetrikus helyzet, egyenrangú helyzet úgy nyilvánul meg, hogy csepüljük egymást, bántjuk egymást, kritizáljuk egymást, meg kellene tanulni, és lehet, hogy ez a helyzet arra, jó, hogy meg kell tanulnunk az élhető és tisztelet tudó, szeretetteli kommunikációnak a módjait. Mert összezárva addig, meddig kell próbálkoznunk, hogy ne, ne robbantsunk, mert a lombik robbanhat is. Most már túl sokat is mondtam a párkapcsolati helyzetről, de újra szeretném elmondani, hogy ugye az egészségpszichológiának a tudományos üzemete nagyon gazdagító és nagyon értékelhető. Mert hát gondoljuk csak el, hogyha mi úgy viszonyulunk a másikhoz, hogy szeretünk kifejezés, ölelés, derű, optimizmus, előretekintés, a jövőbetekintés, vagy a múltból is a pozitív dolgok előrehozása, akkor az egész immunrendszer teljesen alárendelődik annak a főső parancsnak, hogy mi talpon maradunk, szeretetben maradunk, megéljük és túléljük mindazt, ami van. És akkor, mikor már bemegyünk ugye a családi kapcsolatok rendszerébe, nagyon érdekes játszma helyzetek alakulhatnak ki, ami mellett elmegyünk a mindennapi életben, mert beszorul az életünkbe a találkozások rövid időpontjaira, amikor is megbeszélni a napi gondokat, hogy volt, mint volt. Talán magukat az érzelmi kapcsolati időket nem is tudjuk kifejleszteni, kinyitni. Tényleg ez a nincs rá idő. Na most majd megtapasztalhatjuk, hogy hogy működik a három személyes helyzetnek az úgymond lelki energia folyamata. Hogy van a pár, ketten, és van a harmadik. Most ezt lehet úgy, hogy ketten egy ellen, lehet, hogy ketten a, harmadikért, lehet úgy, hogy összeszövetkezünk úgy, hogy különböző párokat alkotunk a szülő egyik gyerek, a gyerekkel, vagy a másik szülő a gyerekkel. Ilyenkor milyen helyzetek állhatnak elő? Két szülő csepüli a gyerekét. Ez a ketten egy ellen. De, de a két szülő, hát erősítheti is a gyerekkel való kapcsolatot. Végre itt a helyzet. Ha ovis, beosztják, hogy mikor kiátszik a gyerekkel. Ha iskolás, beosztják, hogy mikor ki az, aki segít a tanulásban. Megcsinálják szépen a napi rendet, megcsinálják a családi kupak tanácsot, bevonják a gyereket is, ha már iskolás. Na, osszuk be az időt szépen, mikor, mit csinálunk, hogy csináljuk. És most a hármas helyzetről se akarok többet mondani, mint hogy védjük ki azt a nagyon áldás helyzetet, amikor az egyik szülő bevonja a gyerekét, gyere, gyere legyél a szövetséges mondaszt, amit én haragudjunk most a mamára együtt, és akkor a koalíció a ketten egy ellen, a valamely szülőfélnek a kritizálására vagy bántására irányul. Ettől kérek mindenkit, ismerjük föl, ma a keletkezés pillanatában ismerjük föl, és mondjuk a stop, jászma nincs, nem csináljuk ezt, hanem igyekszünk a ketten a harmadikért helyzetet most a Szülő és a gyerek is például valamit amit a másik szülőfél értes. Tehát ugye ezt a fajta hármas lépés lehetőséget, koalíció és a harmadik, használjuk föl úgy, hogy mindig jó legyen a kimenetele, vagy legalábbis ne legyen elfajult. Most akkor, mikor még egy többes helyzet is van, erről is kell beszélni, mert ezek rejtett erőrendszerek, amik működni tudnak. Négyen vagyunk. Na ez egy optimális helyzet arra, hogy a szülő egyik gyerekkel, a másik szülő a másik gyerekkel, valahogyan ebben a bizonyos páros lefűződésben, vagy egymásért, vagy egymás ellen menjen, vagy ebben kialakítsanak belső ilyen három, háromas lefűződéseket. Nem is sorolom tovább, mert ha valaki így képzeletben lejátsza, körök formájában lerajzolja, hogy a négyes helyzetben milyen variációk lehetségesek, már is nyomára jutunk, hogy egy meghatározója van, Hogyha lehet, akkor ne hagyjuk, hogy alsó berendszerek, hogy is mondjam, lefűződések legyenek, hanem üljünk össze. Ez lenne a családi tanács. Vagy mindegy, hogy, hogy nevezzük, a családi értekezlet. És akkor összeülünk, és azt mondjuk, na most gyerekek a mai napnak is, meg az egész hétnek is, megcsináljuk ugyan beosztását, látjuk, mikor kinek, mi a dolga, apa dolgozik, anya dolgozik, mert esetleg home dolgoznak, és vagy, vagy esetleg valamelyik szülőfél el is kell, hogy menjen apa front office-ba dolgozik, tehát valahol kin van a világban, de hogy az egész hetet fölvázolni az most átélhető lehetőségeiben, hogy sajnos úgy kell tervezni, hogy ez a karantén helyzet nem valószínű, hogy nagyon sokat fog enyhülni, lágyulni. Úgy készüljünk, hogy be tudjuk osztani úgy az időt, hogy na, akkor most minden gyerek elmondja, hogy mi a dolga, mit szeretne, hogy szeretne. Mikor elosztottuk a feladatokat, tehát amit kénytelenek vagyunk megoldani, tanulni, megdolgozni, az édesanyag is elmondja, hogy hogy lesz majd az ő személyes otthoni teendője, ami ugye valakire csak tartozik, meg kell csinálnia. Megegyeznek, milyen munkára kilép be segíteni, de ezt mind szépen osszuk be úgy, hogy a gyerek vállalhassa. Na most nekem az a tapasztalatom, és úgy örülök, mert már sokan megerősítették, akinek ezt a javaslatot sugaltam. Próbáld már ki! A gyerek úgy érzi, méltóságában meg van emelve, hogy ő is része a család, Életnek, nem a feje fölött döntenek, nem ledörögnek a szülői magasból, hogy fiam, gyerekem csináld ezt, vagy az ő is hozzájárulhat az ötletekhez. És itt kezdődik a nagyon nagy érték, hogy a gyerek hihetetlenül ötletgazdag. ami mi agyunk már kicsit beszáradt az ötletekre, hogy hogy játszunk, hogy a szabadidőt hogy töltsük el, és ezt két részre kell bontani: a szabadidőt, mozgás, 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 aktivitás, fizikai aktivitás, de ebben lehet olyan hempergős játék, mondjuk. Az ovissal, és egy valami olyan fajta erőjáték a szülők között, Ilyen fizikai mozgásokban, ügyességi mozgásokban, erőmozgásokban, apa és fia, ügyességi mozgásokban, anya és lánya. Hát ötleteszünk, a lányunk meg fogja adni az ötletet. A fiunk meg fogja adni az ötletet, hogy, hogy mozogjunk. Mert be kell azt iktatni, hogy ha lehet, akkor valami olyan helyzetben, hogy kompjúter mellett, vagy gépezni, ahogy szoktuk közismerten mondani, egy órától hosszabb idő ne legyen, ha csak lehet, egy nap. És a gyerek úgyis, ugye, az online órákon ott kell üljön. Tehát úgy gondolom, hogy most igazán nem sértődik meg senki, ha azt mondom, egyeztetek meg a családi tanácson, hogy ennyi idő, Anyát sem, apát sem teszi hosszabban, ha csak nem muszáj, ha muszáj tesszük, de egyébként meg legyünk olyan módon aktívak mozgásban, hogy találjuk ki, mit csinálunk. Az időt nagyon jól lehet struktúrálni, most ezt nem is mondom tovább, mert a játékok ezer formája, az olvasás, a továbbképződés, Hát például tudok már olyanról, aki most, mint munkanélküli otthon van, azzal a reménységgel, hogy tényleg kinyitott reménységgel, mert csak így érdemes élni, a jövőt úgy elővételezni, hogy azt elképzelte, hogy amennyiben ő nem tud visszajutni abba a munkába, amiből most kényszerűségből tették ki őt, nem azért, mert ő nem jó munkaerő, hanem azért, mert az munkahadója is meg akar élni, talpon akar maradni, és akkor alternatív elképzelés. És ha visszajutok, akkor hogy is lesz? De ha nem jutok vissza, akkor már tájékozódni, A milyen képességeim vannak, és akkor már kreatívan, hát egy férfi számára például kreatívan kiszabadító, hogy ő a jövőt tervezi, és megálmodik valami jövőt. Hát szövetkezzen egy olyan barátjával, aki hasonló helyzetben van, fogjanak össze, csináljanak valami olyan jövőbeli tervet, ami esetleg olyan, hogy akárha megváltozik ez a helyzet, és visszaáll a régi rend, valami újba bele tudnak. Vágni. Még hosszan tudnám mondani, de valahogy úgy érzem, hogy szükség van arra, hogy a konkrét helyzeteink fölé emelkedve egy kicsit arra is rátekintsünk, hogy mi egy hatalmas társadalmi, dinamikai erőfolyamatnak vagyunk a sodrában, ami kicsit olyan, mint a cunámi hogy ott az egyén tehetetlen, az egyén csak a maga kicsi világában tudja megtenni azt, amiről mi igyekeztünk Dióhéjban is valahogy beszélni és átgondolni, és amiben úgyis arra jutottunk, hogy a szeretett kapcsolatoknak a megerősítése, a tolerancia, a kedvesség, élve azzal, hogy tudjuk, hogy a fizikai egészségünk, immunrendszerünk is teljesen azt szerint reagál, hogy fölismer, vagy ha neki akkor az immunrendszered is neki Ha szorongsz, akkor a szerveid is szoronganak, és pszichoszomatikus tüneteid lesznek. Tehát fölül emelkedni mindezen. Most csak zárójelben mondom, hogy én mindeznek szolgálatában közreadtam azokat a lelki erősítő pszichofitness gyakorlataimat, amik elérhetők, most már mindenütt elérhetők, a Facebookon megtalálod, a YouTube csatornámon, van ugye egyéni előadásaimnak YouTube csatornája, menj fel, kérlek, és ott van ingyen letölthető, Vid el, le, használd, ezek olyan, olyan a testi folyamatok megerősítése, ugye itt olyan természetes, a jobb agyfélteke műveletein alapuló olyan folyamatokról van szó, amit csak a mi nyugati kultúránk nem preferált és hanyagolt el. De ezek objektív, tudományosan megalapozott utak, és nem valamiféle bűvölések, vagy olyanok, amikkel árthatunk a, mi, a tudatunk mélyének. Próbált ki ezeket a gyakorlatokat. Tehát most menjünk vissza a társadalmi szintre. Ugye ez a nagy-nagy világjárvány, ami mint a sodrás, tényleg világvírus, ami így végig terjedt rajtunk, és nem látjuk előre a végét, de nagyon javasolom, hogy válasszuk azt a fajta előretekintést, amibe tegyük be a mindennapos, akár imáinkba, ha nem vagy gyakorló imádkozó, akkor tedd be a reménységeidbe, akkor mondd el minden nap újra, hogy minden nappal előbbre vagyunk abban, hogy ebből kiszabaduljunk. Erre tekints, mert azt üzeni a pszichológia, hogy amit a fejedbe betettél, a lelkedbe betettél, az szerint élsz, mert a gondolkodás határozza meg azt, ahogy mi látjuk a világot. tehát A kognitív pszichológiának a nagy diadala pont abban állt, hogy felfedezte, szembesített minket emberi lényekkel, lényeket azzal, hogy nem a valósághoz igazodunk, hanem ahhoz az szerint élünk, ami a fejünkbe van. Most tudnék ilyen tudományos kísérlet sorozatot mondani erről, de ez nem az az idő, amikor itt lehet erről elmélkedni. Muszáj már csak az eredményeket elmondani, megosztani, hogy bízz abban, így abban, ami benned van, gondola Érzés, jövőre irányulás, az szerint él az egész szervezeted is, és az szerint maradsz talpont te is. És akkor, ami körülöttünk van, tudatosítsuk. Ez úgy van, hogy a pánikhelyzet, társadalmi pánikhelyzet első szakasza, amikor ez a bizonyos negatív stresszállapot, ugyancsak, mint a hullám járványszerűen, tulajdonképpen ez a lelkivírus járvány, amikor az a periódus áll elő, kétségbeesés, tájékozatlanság, Regresszív viselkedés, ugye negatív stressz, amikor indulatosak vagyunk, feszültek vagyunk, szorongunk mérhetetlenül, amikor összevásárolunk mindent, kapkodunk, nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Na ez kezd el csitulni, és egy olyan fajta mederbe terelődik, amelynek a lecsitulása és a második pánikfázisba kerülés akkor következik be, amikor minél inkább Megkapjuk a központi és a média minden csatornáján a pontos, hiteles tájékoztatást arról, ami van, és így előáll az a második stressztörvény, mert ugye az első az, hogy fuss vagy ö, üss, hát ugye ez irreális, rég, rég irreális már, mert nem tudjuk tenni. A második stressztörvény az, hogy a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalan. Na most megtudtuk, mi a biztos rossz. Tudtuk, hogy ez a vírus, tudjuk, hogy ez milyen természetű, hogy hogyan zajlik, hogy egy láthatatlan ö, ö, kéz belövésre készen áll, és hogy tudjuk, hogy nagyon kell magunkat és az embertársainkat védeni, de amilyen mértékben védjük magunkat, úgy tudjuk az embertársainkat is védeni. A második szakasz hozza elő ad azoknak a, az lecsituló stresszállapotoknak a, kicsit közepesen megnyugó állapotát, amikor még ugyan a hírekre irányulunk, nagyon hallgatjuk a híreket reggel este mindig, és amikor még mindig a kívülről jövő hírek bizonytalanságai vissza-vissza tudnak vetni, ez az, amikor még már lassul az a pánik, kétségbeesett pánik állapot, de még hullámzik erősen. És ebből jön egy olyan, úgy nevezzük ezt, hogy konszolidációs fázis, amikor is kiegyenlítődések vannak, például amin mi most is fáradozunk, hogy mindenki, aki csak segítségül lehet a másiknak, együtt szövetkezzünk, együtt működés. Lehet, hogy ez az egész arra is jó, mint egy isteni figyelmeztetés, hogy olyan módon elvadult már az életünk, annyira nincs már együttműködés, annyira leterít minket az elkapott a, az idő és a munka sodra. Hogy hát gondoljunk bele, annak idején a szakszervezeti mozgalmak arra a három pillére építettek, és követelték, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hát most szégyenkezve nézzünk már szembe vele, hogy a munkára fordított idő, amit a pénzkereséssel töltesz, hát az mennyi? Hát az megeszi a privát életünket, szétszedi a családunkat. Egy konzumizálódott kultúra sodrába kerültünk. És hogy lett ez a konzumizáció? Úgy, hogy letaszítottuk Istent a trónjáról, és a helyére tette az emberiség azt a fajta tudományt, ami el ember embertelenedett, de spiritualizálódott. Ez a tudomány azt ígérte meg gazdagodhatsz, ott ül a mammon, mert még mindezek tetején, mert a tudomány a szent dolog volna, ember szolgáló, a tudomány önmagában hatalmas kincs és érték, csak az emberiség elfeledkezett róla, ahogyan a legfőbb mammont a sátánt fölültette a trónra, így aztán a pénz lett a pénz. Ez a mammon az, ami aztán egy olyan fertőzést indított, ami az emberi kapcsolatokat szédzilálva csak azt súgta, hogy keres pénzt legyen neked, legyen neked eszed, azod, avazott, hedonista kultúra, éljél jól, keressél csak, legyen minél több pénzed, és akkor vásárolj, vásárolj. Na itt vagyunk a konkrét konzumvilágnál, ahol is mi történik? Hát vegyük már észre alattomos fertőzésként bekúszott a mi emberi kapcsolataink szeretet melegébe, és a széttépdeste, az hogy mi ugyanúgy bánunk lassacskán egymással, mint a tárgyakkal. Bemegyünk a boltba, vagy bementünk, vettünk ezt, a cuccokat, dühöng a cucipar, bocsánat, ez egy idézet, egy debreceni atomfizikus könyvéből, aki hát a túlélhető világ képét megpróbálta megrajzolni. Szóval dühöng a cucipar, megveszünk minden, aztán mit csinálunk? Nem trendi már, egy, egy hamar már kimegy a divatból, fölhasználjuk, elhasználjuk, elkoptatjuk, eldobjuk, nem javítjuk, nincs már, aki javítson. Na most egyszer csak észreveszünk, ugyanez az átfertőződés van az emberi kapcsolatokban is. Már, hát csak elhasználjuk egymást, felhasználjuk egymást, kihasználjuk egymást, nem javítjuk a kapcsolatokat, eldobjuk. Összeállunk, összepútorozunk. Milyen kultúra az, ami a párkapcsolati szentséget degradálja az összepútorozás szintjére? Ez olyan fizikai szintre hozza le a magas szintű lelki kapcsolatot, ami megtartó erő, mert a pár a pillére az élet továbbvitelének. És amikor ez történik, akkor csak sír a lelkem, és azt mondom, meg kellene ezt állítani, hogyan? És akkor döbbenten állok most, és azt mondom, most kell nekünk eszmélni, föleszmélni hogy egyensúlyt teremtsünk, hogy újra egymásra találjunk, hogy ki tudjuk fejezni a szeretetünket egymás iránt, hogy beláthassuk azt, hogy bármi tulajdonod van, hát egyik napról a másikra a pénzed elveszed, az anyagi javak tönkre mennek, földrengés sújtja a házaidat, ad elvisz a halál. Hát ebben az állapotban eszméljünk már, hogy mi a fontos, és hogy az élet törvény az élettörvény azt mondja, válaszolja arra a kérdésre, hogy ki ér élsz, mi miért és Hát ki érsz, és miért érsz? És rájövünk arra számos, híres, egyetemen folytatott évtizedeken át végigvitt kísérlet nyomán kiderül, hogy a megtartó az emberi kapcsolat olyképpen, hogy legyen valaki, aki a legfontosabb, legyél te fontos a világban valaki számára, legyen családod és a családi életre koncentrálj erőket, mert onnan jön az érzelmi utánpótlás, a megerősítés, és legyen egy olyan baráti köröd, hogy ápolod a baráti kapcsolatokat. És még egy, amire a boldogság felhívta a figyelmet, és ezért tisztelettel fejet hajtok előtte, szembesített minket azzal, hogy egy nagyon fontos dologról, totálisan elfeledkezőben vagyunk, mert a szekularizációval, a hitéleti nevelésnek a megszűnésével valójában a léleknek ez a vertikális tengeje, ami lefelé a belvilágunk mélysége, lelkiismereti funkciók, beépített tíz vagy egyáltalán élettörvények, hogy hogy kell élnünk, hogy a másik is boldoguljon, ne csak én magam. Tehát az individualista, egoista létet fölbontó olyan fajta erők, amiket be kell építeni a szocializációval magunkba, tehát lefele a tengely, és fölfelé vertikálisan, borzasztóan megsínlette az elmúlt év, mondhatni századokat is, tehát az elmúlt évtizedeket végképp nagyon megsínlette. Hogy tudni, nem nézünk föl. Hát aki nem Hitéleti nevelésben részesült. Hát ne ítélkezzünk már, hogy ő nem tud sok olyan dolgot, amit mi a szocializációval megkaptunk a hitéleti nevelés kapcsán, hogy a tíz parancsolat az, hogyan ég be az ember lelkébe, és hogy lesz az, amit Erich Fromm, pszichológus úgy mondott, intrinzik lelkiismeret, vagyis Kant meg azt mondta, kategórikus imperatívus, hogy megszólal az a belső erő, és akkor élsz vagy ha de neked tenned kell. És tenned kell bármi áron, tenned kell olyan módon, hogy más esetleg azt mondja, milyen hősies vagy, dehogy is, csak hallgatok arra a parancsra, ami milyen belülről jövő, és ami fölülről jövő. Na most ugye azzal, hogy ez a vertikális tengely teljesen elbanalizálódott, mert aki nem kapott hitéleti nevelést, nem néz fel úgy az égre, hogy az univerzum és a világegyetem csúcsán van egy erő, a szellem ereje, mert az információ, a szellem ereje az, ami teremtette, élteti ezt a világot. Most, hogy ugye olyan korban élünk, amikor megkívántatik, hogy légy szíves, Legyél olyan toleráns mindenki nézeteivel kapcsolatban, hogy fogadd el. És olyan ellenséges és őrült nézetek terjednek el, hogy hogy éj, mit csinálj, ami károsítják és egyre rombolják a vertikális tengely megépítési lehetőségét. Márpedig ezt segítenünk kell, hogy azokban is, az, azokban az emberekben is a velő, veleszületett istenkép, Mert ugye Kár Gusztáv Jung mondta, a svájci pszichológus, hogy minden, mindenkinek van egy istene, hogy arhetipikus, és hozzuk magunkkal, és ezt így átörökítéssel, transzgenerációsan átörökítjük a bennünk lévő magunkkal hozott sejtjeinkbe beültetett istenképet. És ezt az istenképet, ezt, mint a spirituális erőt ki kell bontakoztatni magunkban. De egyelőre tanácstalanul állunk, hogy hogyan tudjuk megvalósítani, hogy ezt a bizonyos az emberi azt a magaslatát is föl tudjuk újrahozni, ahol az ember emberhez méltóan tud viselkedni, és van egy kőtábla parancsolat akkor is, hogyha ő nem egy vallásgyakorló. Most ugye egyenlővé tettük a vallásosságot a hittel, de a hit maga egy emberi képesség, ami segít abban, hogy például én abban bízom, hogy holnap is élni fogok, holnap után is, és szolgálni tudok, ez a jövőre irányulás ahol a Bibliában is pontosan meghatározott, de hát magunk is tudjuk, hogy hogy van ez, hogyha nem volna az előretekintés reménysége, és hát a reménység maga az a lelki életnek az izomzata, hát a reménységet minden nap táplálnunk kell magunkban, és a boldogság kihozta mindazokat a tulajdonságokat az emberben, ami, ha összesítjük, akkor teljesen azonos, mint amit a bibliai parancsok, mint egy ajánlanak vagy megkívánnak tőle. Bőlünk. Tehát azokat sugalják, mint egészségföntartó, boldogságföntartó tényezőket, amiket mi már rég tudunk a szentíratokból. de ezek nem mennek át ma a kultúrába, mert a kultúra ellenséges irányba fejlődött, és talán pontosan ez is itt meg is állnék és nyilván erről nekünk sokat kell majd még elmélkedni, beszélni. Mi a nekünk közös dolgunk az, hogy a kultúrának ezt a nagyon furcsa, a közvéleménynek, a normáknak, az értékrendnek ezt a nagyon furcsa torzulását, ami úgy mondjuk, hogy a postmoderni hogy nagyon könnyen kimondjuk mindenre, hogy ez sem, ez sem, ez sem, már ez se fogadom el, ezek mind elavult dolgok, nem fogadom el, ezt már, már nem fogadom el a nem fogadom le a hitéletet, ne akarjon engem senkit téríteni és így tovább. És sok mindenre mondjuk azt, hogy nem, nem kell házasodni, nem kell már családi élet sem, nem kell már semmi, ez a postmodern nihilizmus. Na most eh, tulajdonképpen muszáj még egy mondatot arról mondanom, hogy az identitásunk fejlődésében van egy olyan szakasz, amikor mindenre nemet mondunk, mert még nincs új, és mikor még nem tudjuk a felnőtti énnek a belső mintáját, ideálképét kialakítani, akkor sajnos egy ilyen tagadófázisba kerülünk. Most a kultúránk van egy ilyen tagadófázisban, világszerte vagyunk egy tagadófázisban. Ez se, az se, amos se kell. De megmondod, hogy mit nem, de nem mondod meg, hogy mi az, amire még közösen, közösen ember meghajolva a konszenzus, a közmegegyezés normái elő Amiket mi együtt kialakítunk. Gondoljunk már Ruszó társadalmi szerződésére. Nem véletlenül gondolta. Kellene már most belegondolnunk, hogy kellene egységes, világméretű társadalmi szerződés az élhető, Élet újra újrateremtése érdekében. És lehet, hogy mindaz, amiben vagyunk, egy olyan nagyon nagy cunámi és figyelmeztetés, hogy most van még lehetőséged arra, ember, hogy szembenéz azzal, hogy fel kell, hogy emelkedj az etikai relativizmusodból, a hitetlenségedből, hogy alakíts ki azt a hit életet, ami megtartó és előremutató. Én azt hiszem, hogy amíg még élek, valahogy megpróbálom, mas Esta... tô ezt az eszmét szolgálni. Hogy az ember el tudja érni, hogy meghaladja a saját gyengeségeit, és följusson önmagához képest, megküzdve önmagával az ember magasára, hogy Áprili Lajosnak van ez a gyönyörű kifejezése, fenn lenni, fenn az ember magasán. Hát én csak ezt üzenem minnyájunknak, hogy mi, akik aktív hitéletet élünk, mi eh, nagyon szeretettel legyünk mindenki iránt, akinél látjuk, hogy a spirituális, a bennük lévő Isten a nemes lélek, a szeretet maga úgy tud működni, hogy segítsük ezt világra, hogy ez erősödjön, és hogy majd lassacskán talán kiózanodunk, és megteremtődik gyönyörű képességünk a rend. József Attillát idézve mondom nyugodtan, hogy a termelőerők odakin, és a, a szívből, hogy parafraziáljak, az emberi szívbölcsessége oda bent.